mélyvizsgálat, biopszia, nyirokcsomó kivétel, szövettan, annyian idegen szót megtanultam meg mindent, hogy... És akkor az embert elküldik egy ilyen CT-re, és azt mondták, hogy hát, limfomája van, de az jó, mert nem leukémia. Anyukának én nem tudtam megmondani. Nem is mondtad el neki? De nem én mondtam el, szóltam. Megkértem a feleségemet, hogy figyelj, igen. Én ezt nem tudom anyámmal közölni. Légy szíves. Futok itt egy profi ökölvívó világbajnokkal, aki hát az egész sportpályafutásával bizonyította, hogy küzdésből jeles. Aztán olyan 35 éves korában valószínűleg csúnyán álba veri az, hogy kiderül, hogy daganatos betegsége van. Hogy tudtad meg? Hát rosszul voltam. Rosszul érezted magad? Persze, rosszul voltam. Ez egy olyan típusú betegség, illetve ez egy olyan dolganat, aminek vannak előjeleli, akkor ugye már van jele, láz, éjszaka izzadás, gyengeség, sem fekszel, mint egy pont ugye a kanapén. És nem értetted. És nézel, ennyit tudsz csinálni. És éjszaka, ugye a párna, a lepedő, nem a pizsamám, tehát ezek tocsognak a víztől. Aha. És akkor nyilván az ember a második éjszaka után fölteszi a kérdés, hogy azért ez valami miatt van. És akkor elmentem egy orvoshoz, sportorvoshoz, hogy valami nem stimelt. Megtapogatott, és mondta, hogy szerinte ez baj. És rögtön hát az ország egyik legjobb hematológusához küldött, aki megnézte a vérképemet, és mondta, hogy nem jó. És akkor elkezdődött ez a folyamat, mérvizsgálat, biopszia, nyirokcsomó kivétel, szövettan, annyian idegen szót megtanultam meg mindent, hogy... És akkor az embert elküldik egy ilyen CT-re, akkor ott ül, és közben jön a telefon, hogy megvan az eredménye szövettannak. Na mondom, király! Mondom, és az mi? Hát, inkább jöjjön be, ezt telefonon nem szeretnénk. Hát, mondom, ez tök kedves. Mondom, itt ülök még 3 órát, nem szeretnék addig várni, mondom, a megoldásra. És azt mondták, hogy hát, limfomája van, de az jó, mert nem leukémia. Köszönöm szépen, csuklom. Kérdezze a feleségem, mi van? Elmondom neki ezt. Azt mondja, és az mi? Hát mondom, te nézz azt a Google-in, én megnézem ezt a Google-in. És akkor kigoogliztuk. És akkor bementem a CT-re, meg lett. Másnap vissza az eredményért. És akkor az orvosi, ott is ugye litánia, fogalmam sincs nyelven. Mondtam, hogy szeretnék egy orvos, aki elmagyarázza, hogy ez pontosan mi. Bementünk egy szobába, elmondta, ránéz, hát ez egy rossz lelet. Hát én azt gondoltam, különben ülnek itt. Aztán elmondta, hogy mi van, és a végén azt mondta, hogy ne nyugodjak meg, mert ez 80%-ban rendbe lehet hozni. És utána megkérdeztem, hogy nem lehetett volna ezzel kezdeni. Jobban érezni magam. És utána vissza a kezelőorvosomhoz. És akkor elindult ez az egész folyamat. Akkor rendbe jött az ember. Aztán... elsőre így. Mit éreztél? Hisz egy életet sportoltál végig. Kicsattanó egészségben. Egy éjsportoló az általában ismeri a testét, ismer mindent. Igen. Jól. Ez derült égből a villámcsapás. Nagyon érdekes egyébként. Most messziről indítok és mással válaszolok először. El tudtam én is sportoló koromban azt, mondjuk ahhoz ez a zakopanei edzőtábor és ilyen 2000 méteres hegyek kellettek, hogy meg nyilván egy edzettségi állapot, meg egy olyan mentális felkészültség, hogy el tudtam érni, azt hiszem a 10 napos edzőtábor során 3-szor a teljesítőképességem határát. Meg tudtam azt csinálni, hogy itt a vége.
És így letettem magam a busz ülésére, és vége volt. És én erre borzasztó büszke voltam, hogy ez tök jó. Amikor az ember ezt megtudja, akkor tudom, hogy jó, oké. Így az orvosomnak megkérdeztem, hogy mi a megoldás. Azt mondta, hogy van megoldás. Jó. Onnantól kezdve nem kérdeztem a miérteket. Nem törődtem a miértekkel, hogy úristen ez miért. Nagyjából úgy összeraktam, és akkor az én sorsom az rendben van. Én tudtam, hogy akkor ez rendben lesz. Néhány hét, meg ilyen hülye kemoterápia, jó, persze, stb. Ezzel járó dolgok. Nem törődtem. Ami a nehéz, a körülöttem lévő dolgok. Ugye a feleségem, a két gyermekem, anyukának én nem tudtam megmondani. Nem is mondtad el neki? De nem én mondtam, szóltam, megkértem a feleségemet, hogy fiacsidem, én ezt nem tudom anyámmal közölni. Légy szíves. Az sem volt egy hosszú telefonbeszélgetés. Ennyi. Na, az a nehéz. És meg, hogy utána fölteszed a kérdés, hogy jó, nekem ez van, vagy az van. Villám gyorsan, legalábbis én, hihetetlen gyorsan megbékéltem ezzel. Viszont azzal nem tudtam, hogy mi lesz velük. És azt nagyon nehéz úgymond elhesegetni azt a gondolatot. De aztán elhesegeti az ember, mert van egy feladat, meg kell oldani. Aztán megoldottuk. Beszűkültél? A feladatra úgy értem. Nem. Mert ugye ez az első, ugye amikor az első kör volt, akkor én megnéztem a naptáron, megjelölgettem a kezeléseket. Ilyen fekete ponton azon a lapon. És ugye én nem állandó kórházban járó voltam, hanem ambulánson bementem. Belém folyt a méreg, aztán dobtak haza. Tök jó volt így. Következő 4-5 nap azt tudtam, hogy fekvés, rosszul lét, stb. Stb. És volt 3 hetem. Illetve azon kívül még volt 2 hetem. Mondom, tök jó, akkor tudok dolgozni. És én bejártam a Kásibe, edzést tartottam. Edzőtáborba mentem velük versenyekre. És amikor bejelöltem ezt a 6 fekete pontot a következő 5 hónapra, akkor nagyon jól kijött, hogy pont mindig a kettő között van verseny. Hát mondom, király. Hanem én hetet ott lefekszem, utána megyek tovább a dolgomra. Tehát nem szükültem be. Mentem és tettem, amit tudtam. Egyszer csak eljutottunk oda, hogy lett egy közlés, hogy gyógyult vagy. Nem azt mondják, hanem tünetmentes. És te ezt akkor értetted? Vagy gyógyultnak nyilvánítottad magad belül? Én saját magam azt mondtam, hogy akkor ezt akkor felejtsük el. És értem ugyanúgy tovább az életem. Nem biztos, hogy kellett volna olyan lendülettel rögtön, de nem tudsz mit ez csinálni. Ez mit jelent, hogy nem... Tehát ma mit csinálnál másképp utána? Óvatosabb lennék mindenféle munkával, pihenésre, egészségmegőrzéssel azért jobban figyelnék magamra, mert lehet, ha figyelek, akkor is utána ugyanaz történik, de... Ja, tehát akkor, amikor a fekete pontok megszűntek a naptárban, akkor fogtad és teligáz. És persze, nem tudsz más csinálni. Megértési folyamat, tanulási persze. Folyamat, tünetmentes vagy, te magad a gyógyultnak nyilvánítod. Éled a balzsai féle hétköznapi életet. Igen. Na, majd 2018-ban kopogtatnak. Igen. 2018 év eleje. Valami nem stimmel. Akkor nincs tünet, minden jó, de ugye tapintható, hogy valami nincs rendben. Orvosomat föl, mondta, hogy az nem jó. Karcsi, figyelj, de ez nem jó. Szokásos. PET-CT, biopsziák, kivétel. És mondta, hogy nem jó, ami jó, hogy csak egy részen. Mondtam, hogy ez tök jó, mi a megoldás, de olyat mondjon, hogy nekem augusztusban ifi világbajnokság van, és addig nekem van 7 hónapon felkészíteni a csapatot. Tehát én nem érek most rá erre. Akkor én nézett, mondta, hogy jó. Megpróbáltunk sugarat, gyógyszert. És úgy
Elnyomtuk valahogy. Mondta, hogy nem biztos, hogy megoldás, tehát lehet, hogy akkor máshol fog előjönni. De nézzük meg. És akkor augusztusban el volt a VB, sajnos más miatt lett híres, pedig tök jó eredményeket értünk el, tehát szakmailag rendben volt. És hát úgy elkezdődött a szeptember-október, megint PCT, és mondták, hogy van máshol is, és azt már nem tudják megoldani. Hát mondom, jó, akkor elkezdjük. Nagyjából akkor már képbe voltam, hogy mi az a tortúra, ami ilyenkor át kell menni. Csak mondom, jött egy telefon. Menni kéne az ifjú olimpiára, és csak veled mehetnek, vagy veled mehet az a sportoló, mert neked van meg az a nemzetközi minősítésed, ami oda alkalmas edzőnek. Vagy mész te is, meg a sportoló, most senki nem megy, és elveszük a sportolótól a lehetőséget. Hát mondtam a dokinak, hogy doki, ez a 3 hét számít még? Karcsi nyugi, jó van, menjen, de aztán izé, jó, oké. Október, jó, el kell november eleje. Mondtam neki, hogy doki, nagyon jó, de december elején. Ajjajjajjajjaj. Van a felnőtt magyar bajnokság, hát mondom, készítem a brigádot. És mondta, hogy figyelj ide, van 50%-a, hogy jövőre is lássa a gyerekeit, mit szeretne. Akkor így, akkor kicsit kiakadtam. Doki, nem mondjon ilyet. Azt mondja, de muszáj, mert ez az igazság. Hú, az nagyon rossz volt. Hát mondom, az 80-ról mondom, hogy lehet 50? Mert ez már más. Mondom, szuper, jó? Akkor magyar előtt egy héttel mondtam a gyerekeknek, hogy gyerekek, eddig hoztalak titeket, utolsó egy-két hetet oldjátok meg, nekem dolgom már. És akkor elkezdődött a második hullám, és az már más volt. Úgy ott nagyon 3 hetes kórházbentfekvés, 3 hét otthon. Ott már nem ment az nem mentem közbe jobbra-balra, hanem feküdtem, és otthon voltam, és igyekeztem a családdal lenni. Aztán még egy 3 hét, és akkor jött a jó hír, hogy oké, tünetmentes, viszont mehetek majd fel ugye ez az új nevezett csontvelő átültetés, ez az autológ transzplant, és itt van, amit a legelején mondtam, hogy szerencse, hogy nem leukémia, hanem limfóma, mert ebbe a saját ősejtedet kaphatod vissza. És hatalmas, brutál nagy százalékba ezzel meg vagyunk. De bent kell lenni, ugye a steril szoba, tehát az a mindenféle procedúra. Mondtam, hogy jó, oké. Előtte még van egy gózkutatás. Mert ugye bármiféle gyulladás van a szervezetedbe, miután bementél a steril szobába és lenullázták az immunrendszeredet, nem lehet, mert az bedurran és elvisz. Mondtam, hogy oké. Akkor mentem szemészetre, fogászatra, ultrahangra. És a végén jött a fülorgégészet, megnézi a kamanduláimat. Ott tudtam, hogy baj lesz. Mert tudtam, hogy milyen állapotban vannak a manduláim hosszú évek óta. A doki kb. Így a küszöbről belépett. Ó, azt felejts el, hogy magát így beküldjük a sterilbe. Ezt ki kell venni. Hát mondom, doki, rendben, de 2 hét múlva nekem a steril szobába kell lenni. Hát biztos, hogy nem fog. Mondom, azért nem jó, mert akkor kicsúszunk abból az időszakból, és újra be kell mennem 3 hétre, újra kemót kapok, azt nincs kednem. Mert az nem vicces. Hát mondta, hogy ez szerdai napon volt, mondta, hogy az nem jó, mert nincs altató orvos, és nem férek be a programba. Én ott behúztam a kéziféket, és azt mondtam, nem rám lenne jellemző módra, hogy de lesz. És akkor meglepődtek. És utána nem olyan rég ugye meghallott, vagy elmesélték, hogy nagyjából az én személyiségem milyen. Ha én kijelentek valamit, akkor az nem eldöntendő. Ritka az ilyen, de állítólag ilyen vagyok. Amit akkor az van. És mondta, hogy jó, kérdezzük meg az altatóorvost, hogy belefér. Beléptünk a szobába, így rám nézett a
a altató főorvos úr, és azt mondta, hogy Balzső úr, imádtam a meccseit, mindig drukkoltam magának. Ránéztem a dokira, és szerintem megleszünk. És mondta, hogy jó, szerda volt, pénteken elsőnek megcsináljuk. Mondtam, hogy meg is nyugodtam, oké. Okay. Jó, elfogadtuk, aláírtuk. Be, mandolomütét 40 évesen, nem vicces. Nem jó. Nem jó. És azt mondták, hogy 10 nap és jó lesz. Hát eltelt 14 nap és mindig rossz volt. Viszont a 20. nap engem betettek a sterilszobába. Mondtam, jó, ide akartam eljutni. Ha ide bejutok, innentől kezdve jó lesz. És hát nem volt jó, de végig toltuk. A kezelőorvosom, aki utána egy másik volt már, azt mondta, hogy hát ő nézte a torkomat, az még nem volt gyógyult, de nem volt góc. Hanem rendben van, és akkor innen kimentünk. És akkor jött a csont előátültetés, teljes, először a nullázás, ugye, mint immunrendszer, ami nem jó, sőt, rossz. Megkaptam, hát, ilyen 3,5 hetet voltam a sterilboxba, és utána haza, és akkor utána majdnem 100 nap otthon a sterilbe. De az már jó, mert otthon vagy. Esténként látod a gyerekeidet, ott vannak a feleségemmel, ma az kesztyűbe vagyok, de ott vagyok köztük egész más. Aztán az nagyjából eltelt, nem telt le 100 nap sajnos, csak 91-2. A kőszegen voltam egy versenyen, meg kellett néznem, mert ha nem vagyok ott kőszegen, nem indul el a verseny, gondoltam én. De ott azért már vigyáztam magamra, de a hazafelé út, ott már nem volt olyan sok erőm, tehát viszonylag lassan vezettem, mert kőszeg nincs közel. És akkor szépen lassan elindultam újra a munkába. Tanított neked ez? Mit tanított? Vagy, én azt érzem, mondott, hogy tanított. Nagyon sokat tanított. Nagyon. Már az első körben rengeteget tanított. Most furcsa ezt mondani, de mennyi is vagyok. Most 42 múltam. Annyival bölcsebb lesz az ember, és annyira jobban látja a jövőbeni dolgokat, és ez akkora előny egyébként sokakhoz képest, mert én annyival többet tapasztaltam az életből, minden területén, magasságokban, mélységekből, hogy nem nincs rá jobb zászó, hogy bölcsebb az ember. És ez utána magabiztosságot ad, nyugalmat, és visszafogottságot, hogy nekem már, most nem azt mondom, hogy nincs mit bizonyítanom, csak saját magam felé. És ez jó. Vannak ugye körülöttem, meg az ökülemzős hebrencs emberek, fölángolnak, eltűnnek föl. Nincs vele gond, nem tud már fölbosszantani, mert nem kell. Tudom, hogy ezt így elkezdi, látom, hogy a szóba vezet az az út. Hagyom. Aki érzem, hogy partner, és velem van, és azt az utat szeretné járni, amit én, annak meg hihetetlen sokat segítek. És annál jobb érzés nincsen. Mindenkinek a maga harca, a maga harcosságába. És a te életed bizonyítja, hogy többféle harc is van. Van nyílt szemtől szembe, van az árnyékbox, mert egy betegség ugye az az árnyékbox, mert nem áll veled szembe, nem húz kesztyűt. De mégis érzed egyébként. De érzed? Ott van. Ja, és ő alá is üt. Tehát az a szabály, hogy nincs szabály. Na, és akkor futok itt a harcossal, mert abban megállapodtunk, hogy harcos. Oké. Az ő művészete az a box. Mit jelent neked a box? Nagyon érdekes, mert én mindig azt szoktam mesélni, hogy amikor szobatiszta voltam, én már a boxteremben voltam és edzőtáborokban. De ez nem igaz, mert nem voltam még szobatiszta, amikor édesapám már elvitt engem az edzőteremben a táborokba. Mégsem az ökölvívással kezdtem, bár ott voltam velük, ott nőttem föl. Tehát a ring alatt, a lelátók alatt, a csapatbajnoki mérkőzéseken, magyar bajnokságon. Tehát óriási csaták, és néztem. És azokkal az idős edzőkkel, akik most
néha egymással szembe állunk úgy a ringsarokba, hogy akkor látták, ahogy felnövök, és végig is értek mindent. Tehát nem tudom azt mondani, hogy a box az az életem, mert ezt nem tudom külön választani. Tehát az van. És nincs az én életem, nincs enélkül. Tehát az nagyon érdekes egyébként, mert ha nem lenne a box, akkor nincs. Elképzelni nem tudom, hogy hol lennék. Nyilván persze elképzeltem, voltam, akartam vízilabdázó lenni. Meg mondtam, hogy ha viszont nem box, akkor biztos vagy autóversenyző, vagy autókereskedő, vagy valami, ami autókkal és a technikai sporttal kapcsolatos, az. De aztán mégis valahogy azért visszakeveredtem, illetve célirányba álltam, hogy ökölvívás nélkül én nem vagyok. És én nagyon sokat kaptam, tanultam, ott tényleg ohhoz tanított, az büntetett. És én azt gondolom, hogy én most már azért vagyok, hogy ezt átadjam a fiataloknak. És azokba a csapdákba ne menjenek bele, ami végzetes lehet. Azokba a csapdákba meg néha beleterelem őket, amiből tanulnak. Mert nem szabad őket sem megvédeni sem mindentől. Mert akkor, ahogy édesapám fogalmazott, vitrin gyerekek lesznek. Az ökölvívó meg nem tud az lenni. Nem lehet az. Sajnos ez egy olyan sportág, ahol ha nyersz is, az fáj. Vagy fizikailag, vagy hogy elfáradsz, vagy mert megütnek, vagy ösztönös is megütik, és azért az fáj. Tehát ez egy olyan fizikai sport, ami mindig fáj. Viszont annál jobb érzés meg nincs, amikor fölemelik a kezedet, és így törlődik az egész. Illetve az ökölvívás a másik, hogy nem bele kell őket léptetni azokba a csapdákba, amiből tanulnak, mert a másikat azért itt le kell győzni. Itt azzal tudod legyőzni, hogy teljes erővel, az te öklöddel megütöd a másik arcát. Szoktam előadásokat tartani, ezeket a mondatokat leginkább akkor szoktam elmondani, amikor nincs ott szülő, csak a gyerekek. És mondtam, hogy gyerekek, aki nem élvezi azt, hogy a másikat teljes erővel fejbeveri, az nem ide való. Sajnos ez erről szól, lecsupaszítva. Nagyon sok olyan ökölvívót láttam az edzőteremben, aki azt mondom, hogy gyere, kész. Tehát ez többet tud az ökölvívásból, mint amikor én abba hagytam és 10 évvel fiatalabb. Mondom, kész, viszont bemegy a ringbe, és benne van az a gát, hogy nem meri, vagy nem tudja teljes erővel megütni a másikat. Behúzza a kéziféket, begörcsöl, és mindent elfelejt, amit edzésen tudott. És ez borzasztó riasztó. Van a másik típus, aki esik kell edzésen, bemegy a ringbe, szembe vele egy ugyanan kiképzett csávó, egy fehér ruhás fazon, aki ott irányít, és kinyílik. És olyan dolgokat kezd el művelni, hogy így nézem, hogy ezt hol tanultad? Ezt nem gyakoroltuk. És akkor egy harcossá, egy ilyen gépé változik, és megy és darál. Abból lehet később bármi is. Sajnos az ökölvívást élvezni kell. Ennek a nyers fizikai valóját, ahhoz még mellé kell tenni, hogy hihetetlen nagy intelligencia és borzasztó jó idegrendszer kell hozzá. Mert azt végig koncentrálni, fejbe ugye szellemileg, fizikailag bírni kell, és csak a 3 percet folyamatosan mozogsz, tök elfáradsz. De ha még szemben van valami hülye, bocsánat, aki még üt is feléd, az még fárasztóbb. Tehát a védekezés is borzasztó fárasztó. Ezért szoktam mondani, hogy gyerekek, sokkal jobb, ha mi ütünk, mert a körre nem tud. Inkább üssünk mi. Abban is elfáradunk. Legjobb védekezés a támadás. Csibánsz mindig kijavította, a legjobb védekezés az ütés. Mert lehet támadni, előre rohanunk, és közben kapjuk ugye a fülest, de ütni kell. És akkor a ellenfélnek muszáj védekeznie. És el van foglalva a védekezése, nem tud ütni. Jól van, bajnok! Jól van! A te imádott sportágadban, ami ugye nem az életed, mert a te életed az maga a box. Az maga. Szóval ott van a végén egy mozdulat,
amiért az egész zajlik. Amikor megfogják a kezet, és fölemelik. Hát, a harcaid alapján, ha megengeded az öregebb jogán, te bajnok vagy harcos. Köszönöm szépen. Gratulálok, és öröm volt veled futni. Köszönöm szépen. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.